Sziasztok! Szeretettel köszöntelek bennetek! Én Varga Eszter vagyok. Ez a videó most néhány olyan információt fog tartalmazni, ami az újabb szintlépés vezeti elő. Folyamatos szintlépésben vagyok, és nyilván ez a hozzám kapcsolódóknál is megjelenik. Tehát lehet, hogy ami még két héttel ezelőtt rendben volt, az ma már nincs rendben, vagy ami egy héttel ezelőtt, vagy egy hónappal, vagy két hónappal ezelőtt, az nincsen rendben. És nem azért, mert rossz napom van, hanem ahhoz, hogy odaadó nővé váljunk, ahhoz egyrészt nekünk nőknek egész máshogy kell viselkedni egymással, mint ahogy az átlag viselkedik. Tehát Sajnos nagyon sok a sérülés és nagyon sok a fájdalom mindenhol. Ezekre viselkedés minták alakultak ki, és a legtöbb nőben ott van a gög, ott van a ide mindent nekem, és ez ugyanúgy a férfiakra is igaz, tehát azt is el kell ismerni, hogy náluk is ugyanez van. Na de ez az út, amit én képviselek, és amin én járok, és hogyha követsz engem, akkor téged is érint ez az információ. Ez az odaadó nő minőséget segíti kibontani, akkor persze, hogyha mélyre mész. Itt nem elég a videókat hallgatni, itt mélyre kell menni, ugyanis a tesztek, a próbák, azok folyamatosan jönnek. Hogyan lesz valaki odaadó nő? Hát először is, hogy a nőkkel egy szeretetteljes kapcsolatot alakít ki ehhez az úthoz hozzátartozik az, hogy egyre erőteljesebb határokat húz, és egyre kevésbé engedi be azokat a kapcsolódási szálakat, amelyek nem az egymás éltetéséről szólnak. Tehát senki ne sértődjön, megkérem, de, de én nem tudok olyanokkal foglalkozni, aki csak gondol egyet, és előre elutalja a a kúzsosnak az árát, és nem egyeztet velem, hanem önkényesen írja, hogy kéri ezt meg ezt. Abban sincs sok szeretet egyébként, és utána meg elutalja a pénzt. Tehát nem várja meg azt, hogy én belépjek a térbe, és én is megtegyem a saját lépéseimet, hanem önkényesen átutal, és maga az energia, amivel írja az e-mailt, az sem az odaadásról szól, az sem a kölcsönösségről szól. Ezért ezekkel nem tudok foglalkozni. Kérem, hogy, hogy ne sértődjön meg senki, hanem ha ez nem, nem jó, nem tetszik, akkor biztos találtok olyant, ahol ez rendben van. De én egyre erőteljesebb szeretet térben szeretnék lenni, és ehhez hozzá tartozik, hogy egymáshoz is így viszonyuljunk. Tehát nem tudom elfogadni, nem tudom beengedni, nem tudok vele mit kezdeni, hogyha valaki nem az odaadáson keresztül kapcsolódik hozzám. Ugyanis valószínű azért vagy itt, mert rendre nem sikerülnek mondjuk a párkapcsolataid, és azt éled meg, hogy a férfi arrogáns, és nem, tud, nem nagyon tudsz vele mit kezdeni, vagy nem áll bele abba a feladatba, amiben szeretnéd, hogy beleálljon, amitől te jól érzed magad. És azt meg kell érteni, hogy nekünk szükséges odaadó nővé válni. És hogyan tudunk odaadó nővé válni? Hát bármennyire is elkeserítő, de azon a tapasztalási úton keresztül, hogy akár több férfi ha úgy tetszik, végig tipor rajtunk, mert ezek a tapasztalások, hogyha mélyre mész és megkeresed a gyökerét ezeknek a, ezeknek a kapcsolódásoknak, ezeknek az eseményeknek a gyökerét, akkor el fognak téged oda vezetni, hogy nagyon erőteljes blokkokat fel tudj oldani, amik akár generációk óta ott vannak a családi energiamezőben. Nem feltétlen a másik ember a lényeg, és ugye ezt is többször mondtam, hogy nem érdemes egy embernél leragadni, tehát ha te azt érzed, hogy van egy e, iker lángod, nem érdemes csak vele foglalkozni, mert a mindennapokban annyit tudsz tapasztalni, ö, ami emel téged, ö, pont a nehézségen keresztül egyébként, hogy. Ö, Elmegy az élet, elketyeg az élet, hogyha csak egyetlen egy emberre koncentrálsz. Számtalan uh, olyan ember van, akivel lehet fordítani a mintán. Tehát ez azt jelenti, hogy ha nálatok kapitány nők voltak, és uh, olyan férfiak, akik nem álltak bele a, a férfi szerepbe, akkor. Uh, nincs más út, mint a tapasztalás, nincs más út, mint az, hogy a férfi is elkezd öntudatára ébredni, és ha öntudatára ébred, olyan eszköztárat fog használni, amivel még ő sem tudja, hogy hogy kell bánni, és lehet, hogy mondjuk végig tipor rajtad, te úgy éled meg, de ha te ezt elítéled, ha te ezt olyan Hát, hogy is mondjam, olyan gondolatokkal ítéled meg, és adod tovább akár a barátnődnek, szomszédasszonyodnak, hogy hogyan lehet valaki ilyen, amivel önmagadat tartod ugyanabban a gondolkodásmódban, akkor te nem fogsz előbbre jutni. Ezt kell megérteni. Aki halad, az azt veszi észre, hogy a férfiak is egyre erőteljesebben reagálnak, az ő viselkedésére, és ez miért van így? Azért, mert a mintán fordítani csak úgy lehet, hogyha mindenki öntudatára ébred. De a nőnek mi az öntudat? Az, hogy csöppet sem veszít a fényéből, nem hat rá a férfi arrogancia, átfolyik rajta, és ez magától nem fog eljönni, mert tele van a, a fejünk az ősöknek az emlékképeivel. Na de most, hogyha mi nők nem a szeretet terében kapcsolódunk. Tehát magyarul nem az odaadáson keresztül. Akkor nem tud megfordulni a minta. Tehát hogyha te szeretnél velem tovább jönni, tovább haladni, akkor neked is ugyanúgy, mint ahogy nekem, önmagadat kell választani. Az áldozat szerep helyett, amikor akár egy nő, akár egy férfi olyat tesz, amivel azt érzed, hogy megbánt téged, már végre nem az áldozat szerepet élteted, hanem önmagadat választod. És hogyha önmagamat választom, akkor én olyannak nem fogok visszaérni, aki kivitte a kapcsolatból az energiát, és most úgy gondolja egy bizonyos idő után, hogy ő visszajön. Vagy ő majd átutalja a pénzt, és hogyha átutalta, akkor majd én úgy is fogom küldeni a Zoom linket. Nem fogom. És nem azért, mert. Egy, egy gonosz vagyok, hanem azért, mert önmagamat választom. És hogyha te szeretnél velem tovább jönni, akkor itt tudsz hozzám kapcsolódni, és ez azt jelenti, hogy te is ki tudod jelölni azokat a határokat, ami neked jól esik. És pont ugyanígy ki tudod jelölni, a férfinél is bármi is történik, de ki tudod jelölni. De ha te akarsz a kislány szerepben maradni, és akarsz az uralkodó nő, a leuraló uralkodó nő minőségben maradni, az ide mindent nekem, szeretettel fogadom a meditációkat, tehát azért amíg azt gondolod, hogy minden érted van, és nem te szolgálsz, addig addig mi nem tudunk kapcsolódni. És uh, bízom, hogy többen lesznek, akik ezt uh, megértik, és jönnek tovább velem ezen az úton, mert uh, csak az odaadás most már, tehát uh, csak az odaadás az, ami elfogadható, és uh, mindenki számára egy következő lépcső fog ezen az úton, ahol uh, járunk. És egyébként annyira szép, hogy tényleg ezt az odaadás lapját ö, ö, kaptuk ehhez a kis videóhoz, amin ö, ezt a szintlépést ö, jelzem felétek, és hogyha megnézitek, akkor ö, akkor itt két nő ö, két nő egy úton ö, nem ér, picit összeér az újjuk. De valójában mindenki a külön egyéniség, külön személyiség, nyitva van a szívük, hogyha megnézitek, akkor mindegyiknek ott a szívénél ott van a fény, saját szívéből nyílik meg, már nagyon keveset használja a szemeid sokkal inkább az intuícióra, a szívére hallgatva kapcsolódnak, és csak az újjuk ér össze, nem akarnak leuralni, nem akarnak birtokolni, nem az ide mindent nekem, és ö, ö, úgy csinálok, mint a hálás lennék, de közben nem vagyok. Itt méltóságról van más szó, Arról, hogy ezek a nők bármikor széthúzzák az ujjukat, ők akkor is külön-külön is -külön stabilak. De együtt pedig óriási energiát tudnak létrehozni. És uh, egyébként az alákorunk és is azt mondja, hogy hangolódj rá szíved ritmusára. Ha ráhangolódsz, és be akarsz állni ebbe az odaadó nő minőségbe, akkor uh, a nőkkel így szükséges most már kapcsolódni. És hogyha te a férfiakat is jobban szeretnéd megismerni egy másik szempontból, akkor például extra ajánlom a férfi lélek eh, eh, eseménynek a felvételét. És persze, hogyha még nem tudsz eh, ilyen finomodadó energián kapcsolódni a nőkkel, akkor viszont eh, ősökkel kapcsolatos karmikus kötések imája. Női kurzus, tehát szemtelen olyan lehetőség van nálam, program, felvételek, meditációk, aminek a gyakorlása az, az segíteni fog abban, hogy megérkezzél ebbe az odaadó női minőségbe. De akkor, ha a gyökerekkel nem foglalkozol, hiába építkezel kezel fölfelé, ezt is minden alkalommal elmondom, és nem akarom már százszor ismételni önmagam, hogy te rakhatsz be a térbe szép szavakat, de ha az őseiddel nincs rend, euh, akkor, akkor, hiába, akkor nem tudsz odaadó nővé válni, mert el kell ismerni, hogy apát cserbe hagyott, leuralt, akár bántott, akár euh, bármilyen euh, energia van ott a térbe, ezt mind-mind meg kell nekik bocsájtani, és egyébként erről fogok beszélni a az ősökkel kapcsolatos karmikus kötések oldása a meditáción, ami ugye pénteken lesz, hogy milyen extra, hogy mennyire csodálatosan fordul a családi mező. Tehát hosszú időn keresztül én gyógyítottam őket, és önmaguktól jönnek el segíteni, most már hát leírhatatlan. És aki ezt átéli, és képes arra, hogy megértse, hogy mit jelent az ősöknek tisztelete, az odaadó nővé tud válni, és azzal fogok tudni együtt haladni. Na, no, ez a kis videó az erről szólt, hogy szintlépés van, és biztos lesznek, akik nem tudják, vagy nem akarják meglépni. Az is rendben van. Tehát itt minden rendben van, de de új határok vannak, és itt lehet hozzám kapcsolódni. Nagyon fontosnak tartom az egymás tiszteletét, az egymás odaadását és a folyamatos szintlépést. És ugyanúgy egyébként, akármilyen kapcsolatról beszélünk, de a folyamatos szintlépés az elengedhetetlen egy tudatos ember terében, mivel élő, tudással dolgozik, én is folyamatosan hozom le a térből az információt. Nincs olyan, hogy egy kapcsolat itt van, itt megreked, itt megáll. Minden nap újat teszek be a térbe, mert minden nap foglalkozom önismerettel, és minden nap szükség van arra, hogy a környezet megújuljon. Aki nem tud megújulni, azzal nem tudunk együtt haladni. És az is rendben van, mert mindenkinek más útja van. Tehát teljesen rendben van, hogy valaki más úton megy. Nincs jó vagy rossz út, mindenki a saját útján megy. Itt most, itt most csak valójában azt szerettem volna elmondani, hogy nagyon sokan írtok, és nagyon sok embernek nem válaszolok és pont azért nem válaszolok, mert azon a frekvencián már nem tudok kapcsolódni. És köszönöm, hogyha megértitek, és rendben van, hogyha nem akarjátok elfogadni, hanem tovább mentek, és nagy szeretettel fogadom, és, és köszönöm azokat, akik megértik, és akikkel tudunk együtt menni. Minden jót nektek, sziasztok, hello!